Jó napot kívánok mindenkinek, az egyetemi és főiskolai képzésben résztvevő hallgatóinknak, munkatársaimnak, kedves vendégeinknek. Őszinte örömmel köszöntöm miniszterelnök úr Egerben, abban az épületben, amelyet egyetemi háznak építettek 240 évben, és abban a teremben, amit egyébként a jogi kar vizsgatermének szántak, tehát kifejezetten disputák, viták, beszélgetések lefolytatására alkalmas teremnek. Azt kívánom, hogy érezze jól magát nálunk, legyen hasznos ez a mai beszélgetés a sikeres Magyarországért, és nem csak a főiskolán érezze jól magát, hanem abban a városban is, Egerben, amely a kulturális főváros majdnem minden jegyét magán hordozza, és mind készek vagyunk arra, hogy minden vonatkozásban ezt még tovább gazdagítsuk és gyarapítsuk. Bemutatom, akinek be kell mutatni, Ország Ákost, a hallgatói önkormányzat elnökét, és átadom neki a szót. Tisztelt miniszter úr, rektor úr, meghívottak, kedves hallgatótársaim! Az Eszterházy Károly Főiskola hallgatói önkormányzatának elnökeként külön öröm és nagy öröm számunkra, hogy működésünk során először üdvözölhetünk itt a Líceumban is, ebben az impozáns díszteremben hivatalban lévő miniszterelnököt. Azért is külön öröm, hiszen mindannyian tudjátok, hogy ezt az épületet eredetileg egyetemi célokra építették. Itt a teremben gondolom mindannyian tudjátok, és tisztában vagyunk azzal, hogy a felsőoktatás átalakulás előtt áll, markáns átalakulás előtt. Én abban bízok, és azt szeretném, hogy a fórumnak az is lehetne az egyik célja, hogy a fórum végeztével sok olyan kérdésre megkapjuk a választ, ami most minket aggodalommal vagy kétséggel tölt el, és ennek fényében szeretném megköszönni miniszterelnök úrnak, hogy egyrészt elfogadta a meghívásunkat, másrészt kívánok egy jó vitafórumot. Köszönöm szépen, és átadnám a szót. Köszönöm szépen. Kezdőket csókolom, jó napot kívánok! Szervusztok azoknak, akikkel ilyen viszonyban vagyok. Azt tudom mondani, jó lobbistája a főiskolának és a városnak a rektor úr, sőt a hallgatói önkormányzat vezetője is. Ha én ilyen tehetséges lennék, őszintén szólva, politikai kommunikációban, hogy kettő mondatban el tudom mondani mindazt a két fontos dolgomat, amit képviselni szeretnék, talán többre vihettem volna, mint így. Mit mond a rektor úr? Azt mondja, hogy egyetem szeretnénk lenni. Ha valaki nem tud, akkor ez az épület, ez akkor egy egyetemnek épült, és itt vagyunk most egy olyan épületben, amely egyébként ennek az egyetemnek a jogi kara számára nyújtott talán annak idején helyet. Sőt, ugyanezt mondja a hallgatói önkormányzat vezető, majd hozzátesz a második. Itt vagyunk abban a városban, amelyik pályázik a kulturális főváros címre. Hát nagyon szeretnék hasonlóan remek teljesítményt nyújtani itt a következő másfél órában, mint amit az engem felkonferáló rektor úr és az önkormányzat vezetője. No, kezdjünk bele. Kérnék önöktől nem többet, mint fél órát. Hát, ha most van 3/4, akkor valamikor 4/5 előtt én ezt befejezném. Az ígéretemet legalábbis e tekintetben az esetek többségében beszoktam tartani. Ha nagyon belejönnék, akkor kezdjenek el figyelmeztetni arra, hogy azt ígértem, hogy ilyenkor már majd önök fognak beszélni. Aztán olyan 4/5 környékétől pedig 5 óráig, hogyha van hozzá kedvük, akkor irányítsák önök a beszélgetést, kérdezzenek, kommentálják mindazt, amit elmondtam, vagy mindazt, ami történik önök a várossal és az országgal, és én megpróbálok mindezekre a megjegyzésekre, kérdésekre válaszolni. Ha úgy fogom látni, hogy kevesen jelentkeznek, akkor hosszabban válaszolok, hogyha úgy látom, hogy sokan jelentkeznek, akkor nagyon rövid válaszokat adok. A technikát azt mi hoztuk magunkkal, nem az egyetemé, tehát semmi okuk nincsen.
Nem tudom, hogy milyen kép él önökben, őszintén szólva, politikusokról. Mostanában olvastam az elmúlt napokban egy pár híradást egy éppen befejezett hallgatók körében folytatott közvélemény és véleménykutatásról, hát ami többé-kevésbé azt mondja, hogy hát az önök túlnyomó többsége az azt gondolja, hogy a politika az nem igazából szolgálja az önök hétköznapi vágyainak, hétköznapi céljának megvalósulását. Leginkább nem is nagyon gondolják azt, hogy érdeklődnek ez iránt. Ha igen, akkor nagyon sokan, ilyen nagyon markáns, kemény, mondja a tudósítás, hogy hát radikális és szélsőséges vélemény megfogalmazására ragadtatja el magát. Én azt gondolom, hogy ez önmagában nem baj. Egy normális ember a hétköznapok világában, hallgatóként, középiskolásként, később szülőként, amikor dolgozik, hát alapvetően a saját életének gondjaival, bajaival foglalkozik. Azzal, hogy sikeres szeretne lenni. Sikeres szeretne lenni, gyanítom, hogy elsősorban a magánéletében. Szeretne megtalálni egy okos, kedves fiút vagy egy lányt, szeretne jó munkahelyet találni, nem csak munkahelyet, hanem jól is fizessék, és ne csak jól fizessék, de érdekelje is az embert, mindaz, amit csinálnia kell. Jó lenne, nagyon gyorsan jó lenne egy lakás, megfizethető áron, lehetőleg olyan szomszédokkal, akikkel az ember nincsen perben és haragban. A falu vagy a város, ahol élünk, az egy normális keretet biztosítson az élet lehetőségeihez. Lássuk, hogy mennek előre a történetek, legyen elég erőnk segíteni a szülőknek, hogyha ők már idősebbek. Ezek borzasztóan egyszerű dolgok. És miért nem sikerül mindannyiunknak? Miért nem megy mindenkinek? Miért nem tud mindegyikünk sikeres lenni? Mit kell ahhoz tenni egyesével valamennyiünknek, meg közösen nekünk együtt, hogy ez többeknek menjen? Ez az igazi nagy dilemma. Az az igazi kérdés én szerintem valamennyiünk számára, hogy van-e út a sikerhez? És ha van út a sikerhez, akkor az hol kezdődik, milyen utitársak vannak, és hogyan lehet ezen az úton közlekedni? Nézzük, a politikában nagyon sok vita van. Egymás között is sokat vitatkozunk. Helyenként úgy gondolom, hogy ezek a viták önmagukért valók. A politikáról önmagáról szólnak, nem pedig a valóságos hétköznap élet nyavajáiról. De végső soron a politikának valamennyi izgalmas kérdése ugyanaz a kérdés, mint az önök kérdése. Tehát nem az történik, hogy van egyszer a politikának, a bonyolult világa, jönnek öltönyös emberek, kicsit unalmasan beszélgetnek valamiről, leginkább fogalmuk sincsen, mert nem értjük ezt a nyelvet, úgy fontoskodva ondanak, mondanak, és időnként igen csúnyán is beszélnek egymásról. Van egyszer ez a világ, és van a hétköznapi világ, amely fizetésről szól, szerelemről szól, munkahelyről szól, lakásról szól, a szülőknek nyújtandott segítségről szól. Normális esetben az a kettő dolog, ez ugyanaz. Jó fél éve vagyok miniszterelnök. Az elmúlt napokban volt fél éves az a kormány, amelyet vezetek. Remélem, hogy a történelem majd úgy fogja hívni, hogy az első Gyurcsány kormány, és még egy négyet gondolnék utána. És a következő kormányt majd csak egy év múlva szeretném megalakítani. Őszintén szólva, amikor kívül voltam a politikának a világán, és én a 90-es években nem nagyon foglalkoztam politikával, akkor azt hittem, hogy ez a dolog ez sokkal egyszerűbb és könnyebb. És hogy nem kell más, mint hogy nekem vannak elképzeléseim Magyarországról, hát e tekintetben nem voltam sohasem kis hitű, mindig azt gondoltam, hogy nekem aztán igazából vannak. És akkor, hogyha az ember olyan helyzetbe kerül, akkor azt fogja és megcsinálja. A fél évnek van egy sor tapasztalata, ami meglepő. Hozzáteszem persze, hogy nem pontos, csak nagyon jól hangzik, mert jó két és fél éve látom körülbelül elég közelről, hogy mi történik, mit jelent kormányozni egy országot. A legnagyobb felismerés, amíg írtam a politikáról, azzal hizelektem magamnak, hogy értelmiségi vagyok, és írogattam mindenfajta csuda cikkeket, meg tanulmányokat, meg amíg kívülről beszéltem a politikáról,
Addig azt hittem, hogy egyszerűbbek az igazságok is elfogadtathatók az emberekkel. Mióta csinálom, azóta úgy látom, hogy nem. Úgy látom, hogy jelentős erőfeszítésbe telik elmondani az embereknek azt a rendkívül népszerűtlen dolgot, amire egyébként mindenki azt mondja, hogy most ezt hagyjam abba, mert ebből el fogjuk eszíteni a választásot, még sokáig mondogatom. Azt a népszerűtlen dolgot, hogy nézzék, az a hírem, hogy mi vagyunk Magyarország. És ha mi vagyunk Magyarország, akkor jobbá tenni ezt az országot, jobbá tenni a saját életünket, azt mi fogjuk tudni. Nem úgy van a dolog, hogy van egyszer Magyarország, van egyszer a politika is, vannak egyszer a politikusok is, az a munkamegosztás közöttünk, hogy Magyarország azt kéri a politikusoktól, hogy akkor mi éljünk jól, ők pedig hát, mert olyan elképesztően tehetségesek, ezért aztán ők ezt megteszik. Hanem, hogy nincsen más rajtunk kívül ebben a világban, csak mi magunk, aki képes lehet arra, hogy megváltoztatja ezt az országot. Mindig azt gondoltam, hogy ha majd egyszer én is politikus leszek, akkor elmondom az embereknek, hogy nézzék, sikeres ország csak úgy tud létezni, hogyha tele van egy csomó olyan emberrel, amelyik pontosan tudja, hogy az, hogy hova fog ő eljutni, az alapvetően rajta múlik, egy olyan világot kell csinálni, amely alapvetően az emberek meglévő tehetségét, szorgalmát, tenni akarását használja ki. Persze, alapvetően verseny van közöttünk, a verseny mindünket szolgál, hát vannak, akik ebből a versenyből persze kiszorulnak, lemaradnak, ezért a köznek van dolga, hogy segítsen azoknak. Tehát verseny és együttműködés egymás mellett van, de a versenyen van a hangsúly. És hogy nincsen okunk egymásra várni, mindenki tegye a dolgát. Na, gyerünk emberek, gyerünk, menjünk! És amikor politikus lettem, azt mondták, hogy maga meg van őrülve, fiatal ember. Magától nem ezt kérik. Magától azt kérik, hogy mondja meg, hogy maga mennyi pénzt ad nekünk, hogy nekünk jobb legyen. Nem lehetne kapni ilyen támogatást, olyan támogatást, meg amolyan támogatást. És rájöttem, hogy egyébként az emberekkel semmi baj nincsen. Ők egyébként ezt helyesen teszik fel ezt a kérdést, hogyha meg lehet úszni a dolgot egyéni erőfeszítés nélkül, hát akkor jobb megúszni. Én nem tudom, hogy mostanában a vizsgán ki, hogyan és mennyire szokott nem minden tekintetben megengedhető eszközöket használni. Az én időmben, de hát ott egy átkos időszak volt, azt tudom mondani, akkor legalábbis nem volt ismeretlen, hogy a hallgatók kisebb-nagyobb csoportja, én nem tartottam ebben a csoportba természetesen, én maga voltam a megtestesült fedhetetlenség, a hallgatók kisebb-nagyobb csoportja, akitől nekem nagyon is megvolt a véleményem természetesen, azok keresték, hogy hogyan lehetne teljesíteni. Hogyan lehetne célhoz érni? Hogyan lehetne egy akadályt annélkül venni, hogy igen nagy erőfeszítést kelljen tenni ennek érdekében, hát hogy megspóroljunk egy kis munkát. Ez önmagában egyébként azt gondolom, hogy akár még racionális viselkedés is lehet. Elérni az eredményt viszonylag kicsike befektetéssel. Egyéni stratégiának ez egyébként talán még működik is rövid távon feltétlenül. Különösen, hogyha egyébként a tudás, a megszerzett tudás, az később semmilyen módon nem befolyásolja az embernek a pályafutását. Az egy rossz hír, hogy azt gyanítom, hogy ez nem így van. Tehát nagy általában az az igaz, hogy aki többet tud, aki tehetségesebb, aki tisztességes, az előre jut, de legalábbis nyilván, hogy az a szándékunk, hogy egy ilyen országot csináljunk. De mégis ott van a bökkenő, hogyha még el is tekintünk, ez egyéni stratégiának tud működni, kollektív, közösségi stratégiának nem tud működni, mert itt mindig valaki a többiek rovására teszi a dolgát. Egyes emberekkel szemben ezt meg lehet csinálni, az egésszel szemben már nem. Az az igazi nagy dilemma, hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatók, tisztelt tanár kollégák, nekem magamnak is egy általános iskolai tanári diplomám is talán megengedik, hogy ennek örvén némi nagyképűséggel kollégáknak szólítsam a jelenlévő oktatókat.
Az igazi dilemma, és hogyha már egyetemen vagyok, és utána beszélhetünk is egymással, beszélgethetünk, akkor az, hogy hogyan lehet, meg lehet-e csinálni egy országgal ezt? Hogyan lehet megmozdítani az országot? Hogyan lehet elfogadtatni egy országgal, hogy nem a kormány van a közös létezésünk közepén? Nem az a fontos, hogy mi történik a kormányban, hanem az, hogy mit tud történni a hétköznapokban. Én nem hiszek abban, amit nagyon sok politikus mond, hogy majd az állam megoldja. Őszintén mondom, nem hiszek benne. Nem hiszek abban, amit nagyon sok politikus mond, hogy majd a piac megoldja. Nem hiszek benne. Ráadásul azért nem, mert úgy látom, hogy Magyarországon egy olyan helyzet állt elő, hogy például a gazdaság világában, ahol döntően a piacnak lenne a helye, ott több az állam, mint kellene. És nem egy esetben az állam torzítja a viszonyokat. Nem egy esetben az állam jelenléte, az nem segít, hanem ront a helyzetem. Ott pedig, ahol több kellene az állam, okosabban kellene, hogy ott legyen az állam. Ilyen az oktatás. Ma ott van, csak nem elég okosan és ügyesen. Ilyen az egészségügy. Ilyen egy sor szociális kérdés. Ott meg, ha ott is van az állam, rosszul van ott, ha úgy tetszik, minőség tekintetében kevés az állam. Nem jók a szerepek. Ezt ki kellene bogozni. Nem tudom, hogy milyen szakos hallgatók vannak itt. De vegyünk azért két példát. Biztosan, gyanítom, hogy miután Egerben vagyunk, vannak közöttünk tanárszakos hallgatók. Vannak közöttünk, valaki legalább integesen, hogy van egy közöttünk tanárszakos hallgató. Van. Bárhogy is fog alakulni a magyar oktatás jövője, abban én egészen biztos vagyok, hogy a magyar oktatásban hosszú történelmi időszakon belül, azaz az önök életében még egészen bizonyosan, a köz lesz a legfontosabb foglalkoztató. Az állam, az önkormányzat, közalapítványok. Azaz, kedves leendő tanárkollégák, az önök jövedelmét a köz fogja biztosítani. Abból fognak önök pénzt kapni, amit az adófizetők előre adóként befizetnek. Amit szolgáltatást is várnak önöktől majd, a gyerekeik számára, a felnőtt képzésben önmaguk számára. Önök azt fogják tőlem kérni, hogy miniszterelnök úr, hát legalább két bajunk azért van. Most az elsőtől tekintsük el, hogy ma már mind a tanárszakokon valóban fenyeget bennünket az a veszély, hogy bizony a végén lesz-e munkahely. Hát nem mondom most el, hogy mennyivel kevesebb gyermek van ma, mint volt korábban, és nem mondom el, hogy mennyi összetevője van annak, hogy hány tanár kell. De ez egy valóságos probléma. És azt sem mondom el, hogy például mekkora közös felelősség abban a hallgatónak, a mai hallgatónak, a mai hallgató családjának és a kormánynak, hogy a végén, mikor valaki befejezi a főiskolát, az egyetemet, van-e munkahelye. Mert az is felelősség, amikor valaki 18-19 éves korában választ. Hogy jól körülnézze, jól bemérje az életviszonyát, jól bemérje a jövőt, de most nem akarok erre felé elmenni. Azt fogják mondani a tanár kollégák, hogy miniszterelnök úr, többet szeretnénk keresni. Szerintem egy helyes törekvés. Hát persze, hogy többet szeretnének keresni. A mai általános iskolai tanári fizetések azért azok úgy beosztást tanítják meg az embert otthon. Én meg leülök és gondolkodom. Hogyan tudnánk ezeknek az embereknek többet adni? Mert az nem kétséges, hogy többet kell nekik adni. Közgazdászhallgató nincsen, ugye? Van. Kiváló. Közgazdászhallgatók segítsenek majd a végén nekem. Milyen lehetőségeim vannak? Hát szerintem szedjünk be több adót. Hát tudjuk, abból tudunk mi fizetni. Szedjünk be több adót, ha több adót szedünk, akkor több jövedelme lesz az államháztartásnak, abból tud fizetni. De ugye pontosan tudják, hogy ma nem az a probléma, hogy alacsonyok az adókulcsok, hanem az, hogy éppen a magas adókulcsok miatt mindenki menekül az adózás elől, és keresgeti az útját, módját, hogyan ne kelljen fizetni. Hát ráadásul nagyon gyorsan van konfliktus ugye ebben az esetben a közszférában a dolgozók és az adófizetők között. Jó, hát akkor úgy tudnánk még például többet fizetni nekik, hogy csinálunk egy sokkal hatékonyabb oktatási rendszert. A hatékonyság, tudják, ebben az összefüggésben mindig azt jelenti, hogy ugyanolyan minőségű szolgáltatást nyújtunk, kevesebb erőforrással, ugye közgazdász hallgatók?
Hát a kevesebb erőforrás azt jelenti, hogy például kevesebb tanárkollega kell. Jobban szervezett az oktatás. Kevesebb intézményben összpontosítjuk az oktatási szolgáltatást. De úristen, mit fognak erre mondani? Hát, hogy ez a nemzetrontással ér fel magával. Mert ugye ez azt jelenti, hogy kevesebb pedagógus kell. Ez egy elfogadhatatlan állapot, hogy pedagógusoknak nincsen állása. Micsoda? Akkor ez még azt is jelenti, hogy bezárnak iskolák. Az is elfogadhatatlan. Nagyon megköszönném önöknek a végén, hogyha elmondanák, hogy önök szerint mi a megoldás. Ugye önként adódik egy megoldás. Vigyük erre a beszélgetést, honnan át, hol tartunk? Még van idő. Van egy megoldás. Hogy azt mondjuk, hogy nem emelünk adót, nem csökkentjük a tanároknak a számát, nem csökkentjük az iskolák számát, hanem csinálunk egy sokkal gazdagabb országot. Mert ha ugyanannyi az adó, hogyha 22 ezer milliárd forintnyi jövedelemre szedjük be ezt az adót, az kevesebb, mint hogyha ezt 40 ezer milliárd forint jövedelemre szedjük be. A szám egyébként pontos, idén 22 ezer milliárd forint a közös jövedelmünk. Ebből olyan 10 ezer milliárdot szedünk össze a közösbe, és ebből élünk, ebből a 10 ezer milliárdból a közösben. Lehet azt mondani, hogy tudják mit? Válasszuk inkább azt a stratégiát, ami nem egy könyvelőnek a stratégiája, aki a meglévőt osztogatja össze-vissza, hanem egy olyan stratégiát, ami a növekedés stratégiája, ami elindítja az országot. De hát, és mi kell ahhoz, hogy elinduljon egy ország? Hát az kell például, hogy ide Egerbe jó autópálya vezessen. Polgármester úr, fölmondom a leckét, hogyha kívánja. Látom, hogy van itt még egy 12 kilométeres problémánk, ugye? 20. Mindenfajta engedélyezési gondjaink, bajaink vannak még, de hát ide fog érni. Ide fog érni az autópálya. Ha már egyszer megígértük. Meg hát tényleg kell. Mi kell hozzá? Az kell hozzá, hogy ugye ez pénzbe kerül. Az kell hozzá, hogy az állami gazgatás az ne kerüljön túlságosan sokba, és az ott dolgozó kollégák azok értsék, hogy ők azért vannak, hogy kiszolgáljanak bennünket, kiszolgálják a befektetőket, kiszolgálják a lakosságot. Ebben van sok feladat. De csak jelezem előre, ha hozzányúlunk a közigazgatáshoz, például e tekintetben, hát ott nagyon gyorsan politikai verekedés van. Én 11 néhány évig az üzletvilágában dolgoztam. Ezért időnként kapok hideget is, meleget is. Az én első munkaélményeim egyik az volt, nem akarok itt intimpistáskodni, hogy bizony hajnal 2 órakor az asztalra feküdve, hajtva a fejünket, aludtunk el a számítógép mellett, 91-ben. Lotus 1-2-3-at használtunk akkor, még nem a Windows, azt már csak 92 után használtuk ezt a táblázatkezelőt. És reggel 7-8-ra fel, amikor jöttek a többiek, akkor úgy csináltunk, mint hogy a fittek lennénk, és dolgoztunk tovább. A magyar közigazgatásban, és sokkal később is, az teljesen természetes, hogy a magánvilágban 10-12 órákat jelentős erőfeszítéstével dolgoznak az emberek, hétvégén is sokszor. A magyar közigazgatásban például ez a munkakultúra, ez nincs ott. Ez nincs ott. Miközben egyébként ma már a közszolgáltatásban ugyannyit lehet fizetni, mint a piacon. Az átlagok azonosak, van ebben egy kis csalfaság, bevallom önöknek, hogy az viszont igaz, hogy a közszolgálatban több a diplomás, több a magasan kvalifikált, mint a piacon természetesen. Ezért az átlagok mögött egy eltérő munkaerőszerkezet van. Na de honnan is keveredtem ide? Hogy mi kell ahhoz, hogy több pénz legyen? Hát például az kell, hogy alacsonyabbak legyenek az adók. Na jó, de hát hogy alacsonyabbak az adók, mint ott vagyok, hogy még kevesebb jut oda. Az én igazi álmom, vágyam, szándékom, hogy elfogadtassam Magyarországgal, elfogadtassam önökkel. Erről beszélek, annál jövök és megyek.
hogy ahhoz adjon támogatást, hogy mozdítsuk meg az országot elsősorban azért, hogy ne 3-4%-os legyen a növekedése, hanem 5-6%-os legyen a növekedése, hogy még több befektetőt lehessen vonzani ebbe az országba, hogy még több embernek lehessen legálisan munkát adni, mert több mint 500 000 ember nem legálisan dolgozik Magyarországban, nem fizet adót. Van munkahely, de nem fizet adót. Zsebből zsebbe mennek a pénzek. Ismerik önök is nagyon jól. Számlát kérnek a személyes fogyasztás mindegyikére, és elszámolnak nagyon-nagyon sok mindent ezekben a kényszer vállalkozásokban. Nem tőlem lett ilyen csomós ez a valami, ez ilyen volt, amikor kaptam akkor is. Most már kibogozom, hogyha nekiálltam. De emlékeznek-e egyetlen egy konfliktusra az elmúlt időszakból? Egyetlen egyre a politikában, amely arról szólt, ami azt mondta volna, hogy miniszterelnök úr, nem, ne engedjen a nyomásnak. Ne engedjen ki újabb pénzeket ilyen vagy olyan amolyan célra, mert ez a ma konfliktusait oldja meg. Miniszterelnök úr, csak olyan dolgokat tegyen, amely a holnap sikerét fogja majd meghozni. Emlékeznek-e, hogy bármikor is ezt követelték volna tőlünk? Hát ez az igazi nagy kérdés. Hogy lehet olyan hangulatot csinálni, amelyben elsősorban arról szól Magyarország, hogy igen, mi szeretnénk gyorsabban menni, mi akarunk csinálni, mi akarunk menni, csak nem tudunk, mert bontsuk le ezt a szabályt, azt a szabályt, amazt a szabályt, bontsunk le támogatásokat, mert mi akarunk menni. Ha Magyarország ebbe a hangulatba elér, ha Magyarország tud ehhez adni felhatalmazást, miután az emberek abszolút rendben vannak, tehetségesek, okosak, dolgozni tudnak, akkor el tudunk indulni. Magyarország igazi nagy baja, hogy a máról szól nagyon, nem a holnapról és a holnap utánról. Nem tudom, hogy vannak-e önök körében sikeres emberek. Nem tudom, a Sziget Fesztivál vezetőjét ismerik-e, Gerendai Karcsit. Nem ismerik a Gerendai Karcsit. A Gerendai Károly az, Karcsi 30 éves lehet. És azt mondta egyszer csak, hogy elkezdek fesztiválokat szervezni Magyarországon, mert nincsen jó ifjúsági fesztivál élet Magyarországon. Ugye ő a fő szervező és a fő tulajdonos a Sziget Fesztiválnak. Közép-Kelet-Európa legnagyobb rockfesztiváljának. Nem tudom mondani önöknek az a név valamint, hogy Géresi László. Géresi László a hajtás-pajtás nevezetű kerékpáros futárszolgálatnak a tulajdonos és vezetője. 19 évesen azt mondta, hogy így tovább nem. Én elindulok. Nem tudom, hogy a Laci hol látta ezt valahol. A kerékpáros futárszolgálat egyediként jelent meg Budapesten. Nagyon sikeres. 130 embernek ad munkát. Nem azt mondta el, hogy miért nem lehet sikeres. Nem azt mondta el, hogy mi a baj. Hanem megcsinálta. Jaksi Gyuri, Concord Értékpapír RT. 25 éves volt, épp hogy befejezte a közgázt. Megcsinálta Magyarország ma már egyetlen, korábban legnagyobb, nem banki háttérre rendelkező broker cégét. Kepecs Andris, Ulpius kiadó. Nem tudom, szoktak-e olvasni Ulpius könyveket, zseniálisak. Nagyon érzi az András, hogy milyennek a kornak a hangulata. Az András annyi idős, mint majdnem önök. Hányas lehet az András? 73-as, 74-es. Tehát hát egy picit idősebb, mint önök. Hát hozzám képest nagyon fiatalna. Semmilyen nem volt az Andrásnak, őszintén mondom, ezeknek az embereknek a többségét az elmúlt években személyesen is megismertem. Ismerem a saját történetüket. Semmiük nem volt. A pesti belvárosban egy nagyon lepukkat, egyhelyiséges kis irodát bérelt, és elkezdte az első könyvével. Talált valakit, akivel lefordította, és megcsinálta. Az év kiadója volt tavaly az András, az Ulpiusszal. Olyan történetek vannak körülöttünk, amelyek mind arra buzdítanak, hogy egyébként minden bizonnyal el lehetne indulni, meg lehetne csinálni. És mindenkinek megvan a maga Isten adta tehetsége.
Nyilván kisebb-nagyobb. Nyilván valaki rátalál egyből a maga útjára, valaki nehezebben. Ráadásul ezek a sikerek adnak majd másoknak lehetőséget. Géres Laci 130 kerekező fiúnak Budapesten. Mi kell ahhoz, hogy ez így mehessen? Elsősorban az, hogy elfogadni, hogy lehet gyorsabban menni. És hogy én fogom megcsinálni, mi fogjuk megcsinálni. Eger azt úgy döntött, hogy elindul a kulturális fővárosért. Ezért a címét zajló versenyben. Láttam a pályázatot, nagyon szép elemei vannak. Úgy döntött az egyetem, úgy döntött a főiskola, hogy egyetem szeretne lenni. A rektor úr nyilván megtesz mindent annak érdekében, hogy így történjen. És hát gondolom, hogyha azokat a feltételeket teljesíti a főiskola, amelyek itt eléggé világos, akkor egyetem is lesz belőle. Vigyázni kell, nehogy nagyobb biztatásnak tekintsék ezt a helyiek, mint amennyit ez a dolog megél. Kerestek maguknak itt a kulturális főváros címre áhítozó Egerben egy egyetemmé válni akaró főiskola keretei között, kérdezem önöket, mondjuk egy helyet, amire azt mondanák, hogy a 700-át. Van jó egyetemi klubuk önöknek? Olyan igaz, olyan rendes? Van? Milyen kár, pedig van jó példa lett volna. Van színházuk? Egyetemi színházuk? Színjátszókörük? Saját? Hát minden rendben van itt. Szóval valami, ami azt mondják, hogy megcsináljuk, hozzárakjuk. Azt kérjük, hogy valamit adjanak, és mi majd összerakjuk. Mert akarunk itt Egerben, itt az egyetemmel, a főiskolával valami más, valami többet. Voltam munkanélküli. Valamikor ott, 89 végén, őszinte egy pár hónapig. Kezdtem egy cégben, úgy, a kifutófi után én voltam a következő. Aztán lépegettem, a végén kétségtelen egy különleges lehetőségeket adókor, különleges lehetőségeivel is élve. Azt gondolom, hogy az üzletben sokra vittem. Láttam onnan az életet. Most látom a másik oldalról bizonyos értelemben olyanként, akinek a köz kell szolgálni, és a közjavai, a közjavak gyarapításában van felelőssége. Azt tudom önöknek mondani, hogy sem erről, sem arról az oldalról nem láttam más lehetőséget Magyarországon. Arra, hogy elinduljunk, mint egy olyan országot, amelyben alapvetően a sikernek van mitosza és kultúrája, a tenni akarásnak, a versenynek, és a verseny javaira épülő szolidaritásnak. Én azt gondolom, hogy önök lehetnek azok az önök generációja, akik egy ilyen új Magyarországban már hajlandó szerepet vállalni. Én úgy látom, hogy két olyan nagy társadalmi csoport van, amelytől azt kell most kérjem, hogy segítsen megmozdítani az országot. És a két társadalmi csoportnak a metszetét jelentik az egyetemek meg önök. Magyarország értelmisége, a legszélesebb értelme véve, és Magyarország ifjúsága. Ha ez sikerül, akkor kimozdítjuk az elmúlt 15 évből az országot. Ha nem sikerül, le fogunk maradni. Hát valami ilyesmit kéne közösen megtennünk. Nem akartam könnyűvé tenni a dolgokat az első fél órában, mert ilyenkor még úgyis fegyelmezetten általában végighallgatják a miniszterelnököt, a másnap udvariasságból. A beszélgetés második felében természetesen szívesen válaszolok aktuális kérdésekre is, meg bármilyen kérdésre is, és ha nem kérdeznek, akkor én majd a beszélgetés végén ki fogok térni a most folyó egyetemi reformra. Most nem akartam belemenni egyetlen egy konkrét ügyben sem, inkább elmondani mindezt a gondolkodást, amit én magánemberként is, meg hát politikusként is képviselek. Most önök fognak következni, csak hogy önöknek ne legyen könnyű, kérdéseikkel, megjegyzéseikkel, kritikájukkal, ne hallgassák el támogató véleményüket sem, nyilván tele vannak ilyennel,
Én, ha ilyet mondanak, akkor szégyenlősen le fogom sütni a szememet, más esetben viszont válaszolni fogok a megjegyzéseikre és a kérdéseikre. Korábban hasonló helyzetben voltak mikrofonok a teremben, de lehet, hogy most nem kell nekünk mikrofon, mert hogy... Van, kell nekünk? Nem, a kollégák jönnek. Igen. Gyurcsány Ferenc vagyok. A Zoli lesz a segítségünkre, és akkor a mikrofont ő... Csak te? Nem, a hallgatótársaim fogják megkezelni, én csak ja, értem. Moderátorként működöm közre. Eszter, örülök, hogy megismertem, csókolom. És mi vagy te, Szilvia? Szilvia? Azt mondja, csókolom, Szilvia. Előjáróban annyit szeretnék kérni mindenkitől, hogy elsősorban egyértelmű kérdéseket tegyünk fel a miniszterelnök úrnak. Ha valakinek észrevétele, véleménye van, azt röviden lényegre tőlően fogalmazza meg, illetve a díszterem előtt ülőket arra szeretném kérni, hogy ha nekik esetleg kérdésük van, akkor jöjjenek be bátran, hogy a hallgatói fórum valóban beszélgetés jelleget öltsön. És akkor most szeretném megtekinteni azokat a kezeket, akik kérdésre. Igen, tessék, Dani. Sok szó esett a hétköznapok gondjairól, és úgy gondolom, hogy a hallgatóknak a hétköznapi gondjai legfőképpen a felsőoktatási törvény változásaiban merülnek majd ki a következő években, úgyhogy úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt megnézni, és a kérdésem az lenne, hogy mi a véleménye, hogy könnyen el lesz fogadva az országgyűlés előtt az új felsőoktatási törvény, a szakmai viták után várható-e politikai vita is, illetve van-e realitása a 2005. szeptemberi bevezetésnek? Őszintén szóval az a gyanom, hogy a hallgatók többsége persze nem pontosan tudja, hogy mi a csuda is lehet ebben az új felsőoktatási törvényben. Amin mondjuk nagyon nem vagyok meglepődve, mert nyilván a hallgatók nem elsősorban ezzel foglalkoznak. Nem is mennék nagyon bele ebbe a dologba, a részleteibe. Hadd mondjak összesen talán két elemét, ami a hallgatókat is érintheti. Itt az államtitkár úr egyébként nagyon szívesen akár a szakasz mélységig ismerteti önökkel a törvényt, de nem gondolnám, hogy most ezt kellene tennünk. Van két fontos elem. Az egyik, amelyet én stratégiailag a leglényegesebbnek tartom, hogy áttérünk ugyanarra a képzési rendre, úgynevezett lineáris képzési rendbe, amely meghatározó az európai és általában az angol szász világban. Hogy van egy erős, nagyon széles talapzatú, alapvetően tömeges képzés, ez a bizonyos bachelor, amit úgy hívunk most, hogy alapképzés, ugye? Alapképzés. Általában 3 év, és utána van egy szelektáló vizsga, és van egy következő szakad a mester vagy meszter képzés. Ez a kép, és ugye ugyanígy képez a fél világ, és önök elkezdenek kreditéket szerezni, és akkor meg tudják azt tenni, hogy Egerben hallgatnak egy picikét, meg tanulnak, meg teljesítenek, nézik a különböző pályázatokat, és gond nélkül mennek tovább a világban, elmennek Bolognába egy picikét, és elmennek Párizsba egy-két fél évre, aztán majd hazajönnek megint és befejezik ezt, és azt viszonylag könnyen tudják tenni, előbb-utóbb a finanszírozást is tudják majd magukkal vinni. Mikor csináljuk meg a finanszírozásnak a viteli lehetőségét, államtitkár úr? Már jövőre. Azaz az a pénz, amivel önöknek finanszírozzuk itthon az oktatásukat, ezt tudják magukkal vinni külföldre is. És ugyanolyan versenyképesek tudnak lenni, mint a párizsi, londoni, müncheni versenytársaik. Önöknek nem egyszerűen magyar diplomája lesz, hanem európai diplomája lesz. Bizonyos szakokon ez elengedhetetlen. Ez a legfontosabb. Nyilván a most végzősöknek ez már nem sokat segít, de akik most jönnek, azoknak egy más világot nyit meg, kettő. Hát önök is benne vannak mindenfajta felújításban. Hát olyan 2-3 milliárd forint értékben nyert a főiskola, sőt volt egyszer egy 2 milliárdos pályázatuk talán, meg most van a líceumra, a kollégiumra, a sportpályákra, ugye az egy másik másfél milliárd körül. Szóval,
Hát az elmúlt 20 évben a magyar felsőoktatás fejlesztésében nagyon kevés pénzt tettünk bele. Most 160 milliárd forint jön be. Nézze, abban igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy na persze, ennek a számláját majd fizetni fogjuk a következő 20 évben. De hát nézzék, hát ez, aki vesz egy lakást, az hogyan vesz lakást? Hát a 10 vásárlóból 9. Hát, hogy felvesz egy elzálló kölcsönt, amit a következő 20 évben fog kifizetni. Amikor csinálunk egy 160 milliárdos beruházást, ez elképesztően sok pénz. Mit mondjak, hogy ez a teljes magyar kulturális költségvetésnek több mint 2,5-szerese, olyan 60 milliárd körül lehet a kulturális költségvetésünk. Ez bemegy 2 év alatt a felsőoktatásba, csak intézményfejlesztésben. Hát nyilván csak úgy tud működni, hogy a következő 20 évben fogjuk ennek majd fizetni a részeit. Hát mondjuk az, ez a 2 fontos elem, ami a hallgatókat leginkább kell, hogy érdekli, az irányítás rendszerű, erről nem beszélnek akkor most. Ott van a felsőoktatás reprezentatív szervezeteivel megállapodtunk, és a kormány betartotta a szavát. Főigazgatói kollégium, rektori konferencia, hallgatói önkormányzatok országos konferenciája, doktoranduszok szövetsége, akkreditációs bizottság, ők mindig azt mondták, hogy ez így rendben van. Kompromisszumok árán, de rendben van. Hozzáteszem azért is, mert a törvénynek van egy része, hogy a következő években a felsőoktatás költségvetési támogatására teremtenek egy automatizmust. Annak növekednie kell. Nyilván ez volt részben a legfontosabb egyik elem, amiért támogatja a felsőoktatás nagy része. Mi azt a törvényt nyújtottuk be a parlamentnek, amiben megállapodtunk. Én a kormánypárti frakciók én szerintem ezt támogatják, ezzel érdemi vita nincsen. Hát az ellenzéknek az a dolga, hogy rámutasson ennek kisebb-nagyobb hibáira. Nagyon csodálkoznék magunk között szóval, mert túl nagy a támogatása ahhoz a törvénynek, hogyha gyökeresen szemben merenek menni. Hát június közepéig ezt elfogadjuk, ezt a törvényt, május végéig, és szeptembertől ez hatályos lesz. Borzasztóan nehezek ezek az ügyek. Hadd itt befejezem, mert hosszú leszek. A legtöbb ilyen törvényben az ember azért van nehéz helyzetben politikusként, mert a vitákat, a konfliktusokat most kell bevásárolni. Az eredménye meg majd 3-4 év múlva először, de igazából majd 10-15 év múlva jön, amikor az új képzési struktúrából kijönnek a hallgatók és elkezdenek dolgozni. Ezért nagyon nehéz mindenfajta nagyobb reform. Ez a két nagy reformja volt ennek a ciklusnak, az egyik az önkéntes hadseregre való áttérés. Hát önök voltak már katonák? Nem volt. Már nem is lesznek. Aki nem volt, az már nem lesz, ha nem akar. Az egy 134 év után ez egy tisztességes dolog. Hozzáteszem, ezzel 10 000-rel növeltük a munkanélküliek számát. Illetve a felsőoktatás reformja. Ez a két nagy reformja van ennek a 4 éves ciklusnak. Emiatt egyébként én szerintem nem is kell nekünk szégyenkezni. Bár lett volna ennyi reform egyik-másik korábbi 4 éves ciklusban. Igen. Tudok rövidebben is válaszolni egyébként, ha nagyon akarok. Szó esett arról, a miniszterelnök úr mondta, hogy változások lesznek. Igazán minket az érdekelne, hogy milyen változások lesznek a hallgatói juttatási és tiétési szabályzatokban, különösen a kollégiumi kérdésekben. Hát a kollégiumi térítéseket egyfolytában csak emeljük, ahogy most már látom, de éppen azért is, mert ugye az épülő új kollégiumok, meg a felújított kollégiumok jelentős része, hát olyan sokba kerül, hogy ahhoz, hogy ez megtérüljön, hát ahhoz az államnak is növelni kell azt a költségvetési támogatást, amit ehhez nyújtunk. Államtitkár úr, mondasz fejből nekem számokat? 80 000. Adunk egy. Most mennyi? Most 50 000 volt, fölmegy 80 000-re a normatíva, már szeptembertől, és azt tervezzük, de a hajókkal fogunk megállapodni, és ez a terem történelmi, mert a hajók itt szavazta meg a törvényt ebben a teremben, nem kis izzadságos vita után. Az a tervünk, hogy az új kollégiumok differenciáltak lesznek, és önökkel, a hajókkal fogunk megegyezni abban, hogy mit vállalt az állam, és ehhez mit tesz hozzá a hallgató. Azt gondolom, hogy a támogatás, az önök közötti szolidáris rendszer ezen még jól fog differenciálni. Tehát azt jelenti, hogy aki egy nagyon jó minőségű kollégiumban lakik, ugye, államtitkár úr, annak többet kell fizetni, mint aki egy nagyon rossz minőségű kollégiumban lakik. Hozzáteszem, ez az 50 000 forint is, ugye jól emlékszem, hogy több már, mint ami 2002-ben volt, akkor 36 volt, 33.
Most nézzék, nem tudtam fejből ezt a két számot. Csak amikor ugye állandóan ütjük, verjük egymást, hogy mire mentünk. 2002-ben 33 ezer forint volt egy kollégiumi férőhely normatívája. 2005-ben, 3 évvel később, több mint a kétszerese. 80 ezer forint lesz. Hát körülbelül itt van a pénzünk, hölgyeim és uraim. Itt van a pénz. Mikor engem megkérdezi az ellenzék, hogy hát hol van a pénz, miniszterelnök úr? Hát ilyen helyeken van a pénz. Tudni, két év alatt nem növekedett 2,5-szeresére a közös gazdagságunk, vagy 3 év alatt. Hát növekedett talán 15%-kal. Itt meg 33-ról 80 ezer forintra az 66, nem, az olyan 130-140%-kal növekszik. Meghirdettünk 20 ezer kollégiumi férőhely felújítását, nem is volt ennyi igény. 17-18 ezerre nyújtottak be pályázatot, ugye, államtitkár úr? El is fogadtuk mindet. Meghirdettünk 10 ezer új kollégiumi férőhely fölépítését, az többé-kevésbé pályáztak, olyan 9 ezer egy néhány száz, az, amit pályáztak, és meg is fog épülni. 2006 őszére reméljük, hogy azért ezek általában hányad része? Kétharmada látszani fog, de azt jelenti, hogy épülni fog, mert hogy a fizikai aztán lesz, amit már be lehet költözni, lesz, amit nem. Ezek nagy dolgok. Borzasztóan érdekes. Nekem magamnak is meg kell ezt érteni. Mert hogy nehogy azt higgyék, hogy csak önök vágynak sikerre, én is sikerre vágyom. Hogy hogyan van az, hogy 94 után az első nagy reform a felsőoktatásban, sok minden átalakul benne, a többsége jó, támogatják ezt a reformot a benne lévők. A magyar teljes történelem legnagyobb felújítási programja, ennyi pénzt soha nem látott a magyar felsőoktatás, és nincsen neki akkora becsülete, mint az ember egyébként szeretné. Nyilván ebben mi is hibásak vagyunk, és nekem kell megérteni politikusként, hogy mi a mi felelősségünk ebben, hogy nem érzi az ország. Ez egy nagy dolog, és nagyon sokat is költünk rá magunk között szólva. Még irulunk-pirulunk, hogy mi történik az országban. Hát például ilyen dolgok. Amíg nem jelentkeznek, úgyis beszélek. Képes vagyok rá, de jelentkeznek. Miközben beszélek is lehet már jelentkezni. Mikor elkezdik tudni, gyorsan jelentkeznek, azonnal abba hagyom. Köszönöm. Most egy kicsit más. Miniszterelnök úr, mi a véleménye Egerváros esélyeiről? Hát ha maguk nem készítették be a kérdéseket, ide a bököt. Az Európa Kulturális Fővárosa című pályázaton. Polgármester úr, te szervezted? Illetve hogyan értékeli a város a város alatt elnevezési programunkat? Aszta. Jó. Még milyen szerencsé, hogy a felkészítő anyagom ezben volt. Nagy baj van lennék, hogy itt rögtönözni szeretnék. No, legyek akkor őszinte ebben az ügyben, mert hogy olyan helyen vagyunk, ami ezt követeli. Hát nézzék, egy igazi nagy kérdés van. És én megteszek mindent annak érdekében, hogy ezt a kérdést ne nekem vagy a kormánynak kelljen közvetlenül eldönteni. Egy nehéz politikai dilemma. És én ebben mind a két nagy érvet el tudom fogadni, akként, hogy racionális. Az első döntés, hogy Budapest vagy vidék. Nem szeretnék ebben bujócskát játszani. Mind a kettő mellett szólnak érvek, viszonylag egyszerűen és logikusan belátható, hogy emellett is jól lehet érvelni, meg amellett is jól lehet érvelni. Szerintem az igazi nagy döntés, most magunk között szólva az ez, hogy Budapest vagy vidék. Ha vidék, akkor ott nagyon izgalmas, jó pályázatok vannak. Egeri is az. Ez a bizonyos város a város alatt. Olyan pályázat, ami, ha jól emlékszem, az elsőkörös bíráló bizottság értékelésére, akkor egyhangulag került be a második körbe. Tehát ellenszavazat nélkül került be a második körbe. Ami önmagában is azt mutatja, hogy nagyfokú szakmai támogatása van ennek a pályázatnak. Természetesen úgy vagyok ezzel, mint a köztársasági elnök választása, hogy innentől nem szabad nekem már sokkal többet beszélni, hogy melyik pályázatról és melyik jelöltről mit gondolok, mert ugyanaz a természet a dolgoknak, hogy nem jó az, ha az ember miniszterelnökként idejekorán nyilvánít ebben véleményt.
Én azoknak a véleményét osztom, azon bíráló bizottsági tagok véleményét osztom, akik azt mondták, hogy ez egy olyan pályázat, amely lényegében minden tekintetben megfelel a céloknak, amely emeli nem csak a város és nem csak a régió, hanem az ország egészének kulturális, turisztikai vonzerejét, és olyan fejlesztésekkel próbálja megteremteni mindezt a vonzó erőt, amely érdemben alakítja a város képét, arcát, és teremt olyan új közösségi tereket, amely hosszú távon is átlakítja a helyi társadalmat. Azaz, én szeretem is ezt a pályázatot, jónak tartom és támogatom, de éppen azért, mert nehéz a döntés, ameddig lehet, távol fogom magamat tőlem tartani, de hát nézzék el nekem, az a dolgom, hogy idejekorán ne, hogy véleményt mondjak, bocsásson meg emiatt. De nem ez a legnagyobb bűnöm az életben. És van ott hátul egy hölgy, aki nem volt elég bátor, hogy felemelje a kezét, de én látom. Igen, a következő körben. Ön szerint elképzelhető-e, hogy az EKF egyetemi rangot kapjon, és ez mikorra lehetséges? Még egyszer mondanám? Tehát, hogy az Eszterházi Károly Főiskola egyetemi rangot kapjon. Aha. És mikorra? Azt hiszem, hogy negyedszer beszéljük ezt a dolgot meg. Ha nem értenék félre, mert nyilván itt vannak most is kritikusaim, akik minden szavamat figyelik, de okozzunk nekik egy kis örömet. Nem, mégsem. Rám szóltak mégsem. Ilyenkor szoktam vadakat mondani. Időnként van ebből baj. Ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor hol van itt? Igen. Az egyetemi címet a szó tartalmi értelemben nem adják, hanem szerzik. Én szerintem ezt önök tudják. Én szerintem ezt a rektor is tudja. Szerzik, azaz olyan teljesítményt, olyan struktúrában, olyan szabályozottsággal, olyan intézményi feltételekkel mutatnak, teljesítenek, aminek a végén valaki egyetemmé válik. A főiskolának van egy programja erre. Hogyan éri ezt el? Ez a program, ez nagyon helyesen, nem egyszerűen a lobbizás programja, abban egyébként is jók, hanem a teljesítés programja. Én azt tudnám tanácsolni, hogyha ez nem tekinti sértésnek és a egyetemi főiskolai autonómiával való beavatkozásnak a rektor úr, hogy nehogy félértés legyen, és véletlenül se tekintsék kritikai megjegyzésnek még csak második, harmadik értelmében sem, hogy az erőfeszítéseket semmiképpen nem most már a lobbira kell összpontosítani, mert abban önök kiválóak. Ahogy én ezt látom, egy óra alatt negyedszer beszéljük ezt a dolgot meg, beléptem az egyetem, a főiskola kapuján, azzal fogadott a rektor, hogy és ahogyan tudod, miniszterelnök úr, ez volt az az egyetem, amelyik. Ez szerintem rendben van. Gyanítom, hogy nem tud olyan ember jönni Egerbe, és nem tud úgy egri vagy hevesi politikus, ugye Sós Tamás, eljönni Budapestre, hogy ezt el ne mondják nekünk. És hát van egyfajta szimpátia nyilván. Szerintem a teljesítés az, amire inkább fókuszálni kell, mert hogyha az megvan, akkor meg lesz az egyetem is. Reméljük, hogy ez nem a kormányzaton múlik, mert a kormányzat természetesen örül annak, hogyha nagy teljesítményű felsőoktatási intézményeket lát, és ezt a teljesítményt elismerheti. Hát azt hiszem, hogy ez a legjobb, hogy itt most pontot teszek. Köszönöm szépen. És aztán jobb oldalt látok hátul egy... Elnézést, miniszterelnök úr, én egy egészen más témában szeretnék érdeklődni. A csökkent munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban. Igen. Mert úgy tudom, hogy nagy mértékű létszámleépítések voltak itt a megyében is, a többi, hogy most velük kapcsolatban mi a helyzet, mire számíthatnak?
Közös működésünk egyik igazi nagy nyavajája és sok tekintetben tanulságos esete a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának egész rendszer és ebből az állami támogatás. Ugye? Előjön szinte minden alkalommal ez a kérdés. Tehát egy jól ismert gondunk. Magyarországon egy rendkívül nagyvonalú támogatási rendszer létezett és jelentős részben létezik ma is. Önök nyilván, akik itt ülnek, a többségük nem ismerik ezt a rendszert, hála Istennek nem kell, hogy ismerjék. Például a kokáért egy-egy csökkent munkaképességű dolgozóra vetítve adunk ugye támogatást. A támogatás mértéke helyenként elérheti a minimálbér kétszeresét, miközben a foglalkoztatott ennél kevesebbet kap. Ilyen Európában nincs. Kettő. Mi meglehetősen nagyvonalak voltunk annak ellenőrzésével, hogy a pénz, amit itt adunk a költségvetésből, az oda megye, amire kellene. Az EGRI költségvetés, polgármester, mennyi lehet most olyan? 15? 15 milliárd forint. Csak hogy ebből ér egy évig Eger. A főiskola költségvetése 10 körül lehet? 5? 4-5 között. 4-5 a főiskola költségvetése. A csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának támogatására közösből egy év alatt 50 milliárdot költöttünk. 50-et. 3,5 év EGRE-t és 10 év EGRI főiskolát. És mit láttunk tavaly? Azt látjuk, hogy a pénznek minthogyha nem lenne se vége, se hossza, és elkezdődik nézni, hogy hol a pénz. Minden határon túl ömlik ki a rendszerből a pénz. És kiderül, hogy, hát hogy mondjam, kihasználva az ellenőrzés hát fogyatékosságait, páran, nyilván nem sokan, de kellő számúan, nyilván nem minden tekintetben tisztességes emberek, ebből elkezdtek üzletet csinálni, önmaguk gazdagodni, olyan embereket is bejelentve, akik egyébként nem léteztek. És ezért tavaly a közösből kifizettünk több mint 10 milliárd forintot pluszba. Két főiskolai évet, majdnem egy EGRI évet. Mit kellett csinálni? Azt kellett mondani, hogy ez így nem lesz jó. A 2003 évvégi létszámnál megállunk, az 50 milliárd forintnál megállunk. A 2004-et végignézzük alaposan, hogy ott mi történt. Van olyan vállalkozás, akivel szemben több mint 1 milliárd forint követelése van az államnak visszafelé. 1 milliárd. Hát valakitől el kellett vennünk adóban, és nem tudjuk odaadni másnak. Most kevesek tisztességtelensége okán az egész csökkent munkaképességgel foglalkoztatásának a rendszere sínli azt meg, hogy rá kell jöjjünk, hogy mi történik itt. Van nekünk egy országos fogyatékosügyi tanácsunk, a napokban voltam náluk. És azt mondtam nekik, hogy nézzétek. Abban is van ám közös társadalmi felelősség, hogy nyilvánvalóan nagyon sokan tudták, hogy itt milyen visszaérések vannak. És hogyha mindenki e fölött szemet húny, és már csak akkor derül ki, amikor már kilukad a teljes költségvetés, hát akkor nagyon nehéz mit csinálni. Tehát azt tudom önnek mondani, ugyanannyi pénz van a költségvetésben, mint tavaly. Pont ugyanannyi, 50 milliárd. A 2003-as létszámot engedtük csak mindenkinek, és a 2004-re csak pályázni lehet, hogy azt a létszámot meg lehessen tartani, épp azért, hogy darabra megnézzük, hogy ki mit csinált 2004-ben. De ez így lesz az egyéni felelőtlenségből és tisztességtelenségből iszonyatos társadalmi kár. Ez okozza a gondot. Egyébként nyilván csak egy út lehet ezt az egész szabályzásrendszert átalakítani, mert nagyon sok emberről van szó, az egyetlen lehetőségükről van szó, ezek az emberek ezt nem érdemlik meg, de nem szabad őket kihasználni, és nem szabad megengedni, hogy az ő nehéz helyzetüket kihasználva mások pedig nyerészkedjenek ezen az ügyön. Az ő nyerészkedésüket ők fizetik meg, ezek az emberek, meg mi közösen a költségvetésből. Hát remélem, hogy az idén végére érünk ennek a szörnyűséges történetnek, megtaláljuk, hogy ki mit csinált ebben az ügyben,
és hát hol vannak a közös forintjaink? Hát ezt tesszük. Ott hátul jobb oldalt, nem. Jó, bocsánat, magam a moderátor, hát elvettem a kenyerét. Köszönöm szépen. Mint volt sportminisztertől és mint aktív sportolótól szeretném kérdezni. Tudja, hogy ma reggel futva mentem a parlamentbe? Honnan is tudná? Most de is tudom, csak azért mondom, hogy tudhass. De tudom, csak egyszer tudja ezt megcsinálni, amióta miniszterelnök. Ezt olvastam valahol. Elnézést. Hogy egyszer? Hát, hogy hetente egyszer. Ja, hogy hetente. Ez így van. Köszönöm az őszinteségét. Azt szeretném kérdezni, mint volt sportminisztertől, hogy a két nehéz atléta dopping ügyéről mi a véleménye. Valóban azok kapták a büntetést, akiknek ez megérdemelt járt volna. Erről a személyes véleményét szeretném kérdezni. Köszönöm. Ja, Istenem. De szeretném azt mondani, amit gondolok erről az ügyről. És hadd mondjam a legelején, hogy nem mondhatom azt, amit gondolok erről az ügyről. Nézzék el nekem. De mint sportminiszter, nagyon sokszor hallottam sportvezetők között, nagy általánosságban, hogy a sport az egyik oldalról minden sportágban alapvetően az edzéstudományok és az ehhez kapcsolódó normál élettani tudományoknak a versenye, és másik oldalról pedig a különböző teljesítményfokozók és teljesítményfokozó módszereknek a versenye. És hogy verseny, az előbbiben a verseny teljesen legális, és azt gondolom, hogy nem csak hogy szükséges, de szerencsés is. Az utóbbiban pedig van egy folyamatos versenyfutás. Döntően a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is a mögötte álló, a sport tisztaságát megőrizni kívánó szervezetek, intézmények között, és a sportolók teljesítményét akár bármi áron is növelni kívánó, és ehhez segítséget nyújtók között. Ebben vannak olyan sportágak, amelyek különösen veszélyeztetettek, nem kívánok felsorolást mondani, és vannak olyan sportágok, itt könnyebb, ahol lényegében ez szóba sem kerül, vízilabda. Itt könnyebb példát mondani. És az is igaz, hogy a szokásos védekezés az előbbi sportág csoportban, hogy kérem szépen mindenki ezt csinálja, csak akinek több pénze van, az nem szokott lebukni. Mert hogy fejlettebbek a módszerei, fejlettebb a technológia, fejlettebb az alkalmazott szer. Azt tudom mondani, hogy a sport világában ezek a megállapítások közkeletűek. Ez az általános megjegyzésem. Inkább azt szomorít el, hogy ezt olyan természetesnek tekinti mindenki bizonyos sportágakban. Ugyan magától értetődő, hogy az így rendben van. És magától értetődő, hogy ilyen áron is kell. Ami a mi két versenyzők dolgát illeti, akiket én nem csak hogy csodáltam, hanem nagyon szerettem őket, magánemberként is ismertem őket. És hát ugye a jó ég tudja, hogy ebben a vitában kinek van igaza most utólag is. Kinek az állítása, kinek a vádja igaz. Van egy, az igazságot nem tudjuk, tudunk egy jogerős döntést. Hát minden esetre. Most olyan nehéz mondat, most kell megtalálni a helyes középutat nekem. Minden esetre. Ha ártatlanok voltak ezek a fiúk, és a magyar sportdiplomácia nem tudta őket megvédeni, akkor az a baj. Akkor nyilvánvalóan, akkor valaki még nem jól teszi a dolgát. Ha nem ártatlanok a fiúk, akkor is van még ott felelős, már akkor nem a sportdiplomaták, hanem mások. De az teljesen kizárt magunk között szólva én szerintem.
hogy egy ilyen történetben csak a két dobóatléta az, akit fülön lehet vagy kell és érdemes csípni. Én a magam megfejtését hadd nem mondjam el önöknek, mert ez azt gondolom, hogy túl van azon, amit én megtehetek abban a szerepben, amit nem most vagyok. Köszönöm szépen. A válaszom egyébként tapsot érdemelne, mert ügyesen bújtam ki ebből a hurokból, csak mondom. Janu? Itt. Hát május óta egyre többször és egyre több hallgatótársam... Ezt a francia trikolort itt a hallgató úr... Egyre többször is fordul meg a hallgatótársaim fejében, ugye, hogy külföldön tanulás. Hogyan tervezi a kormány támogatni a várhatóan növekvő hallgatói mobilitást a külföldi egyetemeken? Köszönöm. Hát azt hiszem, hogy mondtam erről valamit, ugye, érintőleg. Tehát ugye két dolog, van három dolog. Egyik oldalról, ugye, amiket én látok, én ösztöndíj kimutatásokat, ma már ott tartunk, hogy több a Magyarországon bizonyos helyeken elérhető ösztöndíj, mint amennyi a pályázó hallgató. Hát, ahol az ösztöndíjat egyébként nem mi biztosítjuk, hanem a hívó fél. Bizonyos karokon, bizonyos szakokon. Ott semmi dolgunk nincsen. Ott az a dolgunk, hogy a hallgatókat piszkáljuk, hogy menjetek már. Hát ez a dolgotok. Aztán két másik elem van. Azt mondja, hogy az államtitkár úr, hogy már idén ősztől azt a hallgatói juttatást, amit itthon adunk az itthoni tanuláshoz, bizonyos körülmények között, ne menjünk ebben most bele, azt el lehet vinni külföldre. Azt mondani, hogy nem kaptam ösztöndíjat, de most nem itthon szeretnék tanulni, ugyan engem fölvettek, és nekem a következő fél évre jár ennyi hallgatói juttatás, hadd vigyem ezt magammal a Sorbonnra, hogy abból kifizessem a tandíjam egy részét. Na, ahhoz majd kell majd még hozzátenni természetesen, ha valaki a Sorbonnra akar menni, de a hallgató, hallgatói hitelt, diák hitelt, azt már most is, vagy ősztől? Ősztől minden bizonyos. Korrigálni kell a diák hitelnek a feltételeit, hogy például a diák hitel felvehető legyen ilyen célra is. Ezt meg fogjuk tenni még az idei évben, hogy ezt is meg lehessen tenni. Na most szerintem még egy elem hiányzik, de amennyire én ismerem, Magyar Bálintot, aki ennek elhivatott képviselője, időnként azt gondolom, hogy talán túlságosan is, hogy én nagy örömmel venném, hogyha Magyarországon lenne egy olyan rendszer, és ha előállna az oktatási miniszter ilyennel, én támogatnám, hogy találjuk meg azt a nem túl sokat, 50-100-150 a legtehetségesebb a korosztálynak az egyetemeken, akiket mi küldünk, mi kérünk, hogy menjetek el a legdrágább egyetemekre is akár. És utána gyertek vissza? Persze. Azaz, hogy a legjobbak számára az elindulást és a legjobb egyetemeken való tanulást, az külön, de kiválasztáson alapuló program biztosítsa. Mert egyébként az önök mozgását, a mozgás lehetőségét ezek a szabályok és ezek a finanszírozási modellek hát, hogy mondjam, tömegszerűen fogják biztosítani. Ezzel nem lesz baj. Az én rokonaim között is vannak olyan hallgatók, volt hallgatók, tegyem hozzá, közgázosok, akik hát pályáztak és mentek ki egy fillér nélkül 2-3 évvel ezelőtt, minden különösebb segítség nélkül, na az kint életükhöz kellett egy kicsikével több zseppénzt adni, persze ez igaz. Szóval ez ma már nagyon megy, és most akkor növekszik, és láttam, hogy az államtitkár följegyezte, hogy akkor esetleg kellene csinálni egy ilyen a kiválasztottak programját. Hát ilyesmiben gondolkodik a kormány, és ilyesmiben gondolkodik az oktatási minisztérium. Tanár úr! Ha tanár úr! Köszönöm szépen! Egy kérdésem, illetve kettő. Ön azt mondta, hogy a kepes és a többiek milyen fantasztikusan sikeresek. De képzeljük el, hogy itt a jelenlévők között csupa könyvkiadó,
csupa biciklis futásszolgálatvezető, csupa értékpapír ügyeket intéző ember lenne, és nem lenne közöttünk olyanok, akik csak simán tisztességes munkát végeznek. Mi van azokkal, akik úgy sikeresek, hogy egy életpályát lehúztak maguk mögött, abba helytáltak, megtették azt, amit megtehettek, és végül is ugye nincsen a levők márványtáblán bevésve, és semmi különös nem történt velük, csak egyszerűen jól dolgoztak, ők a hangyák, és ugye vannak a tücskök. A másik, amit az imént mondott, hogy ki kell választani diákokat, akik külföldön tanulnak. Jelen pillanatban nem tudom, hogy van-e, de volt egy ilyen mehi ösztöndíj, ami azt a célt szolgálta, hogy a felsőoktatási intézmény tanulók plusz tantárgyakat vettek föl, ezek ilyen különösen jól képzett fiatalok lettek, és utána őket az államigazgatásba alkalmazzák. Nem tudom, hogy van-e információ, hogy ezeket a fiatalokat milyen számba alkalmazták, nekem van konkrét tapasztalatom, elég pici. Ugyanis egyszerűen lehetetlenség volt bejutni az államigazgatásba, hogy alkalmazzák őket. És még van egy kérdésem, hogy Kovács László jelen pillanatban, hogy EU biztos, ő nincs jelen pillanatban Magyarországon, nem tölt be semmilyen fajta funkciót. Medgyessy Péter volt miniszterelnök, az szintén ugye befejezte a tevékenységét. Van-e jelenleg olyan politikai ellenfél, akivel ön a következő időben komolyan számol, akár az ellenzék oldaláról is? Köszönöm szépen. Végtelenül sajnálnám, hogyha a példáim azok önálló életre kelnének, és az illusztráción túl jelentést is hordoznának. A példák kizárólag arra akartak szolgálni, hogy azt érzékeltessem, azt a meggyőződésemet tegyem képletessé, megfoghatóvá, hogy azt hiszem, hogy akkor fogunk messzebbre jutni, akkor fogunk egy sikeresebb országot, sikeresebb életekkel tudni, hogyha egyébként mindegyikünkben van vágy, hogy a maga helyén a magáit merje, akarja megcsinálni nagyon. Tanár úr, hadd mondjak egy innen picikével messzibb példát, hogy semmiképpen ne legyen félreérthető. Látok egymás mellett fekvő településeket, kisebb községeket. Nem fogok neveket mondani, itt Hevesben is. Tamás, nem haragszik, megérte, hogyha nem mondok neveket, mert csak nehéz helyzetbe hoznám egyik másik polgármestert. Nincsen érdemben különböző adottságuk. Nincsen érdemben különböző feltétele az életnek. Az egyik mérhetően sikeresebb lett az elmúlt 15 évben, mint a másik. És bármennyire keressük, kutattuk, nem találok mögötte mást, mint az egyiknek. Volt 3-4-5-6 emberek, közt általában a polgármester is, és egy párak, akik meg tudták mozdítani a falut, és vitte magával. Én baloldalnak tekintem magamat, tartózkodtam még ilyen típusú megjegyzésektől is, és demokratának, de azt abban nagyon hiszek, hogy egyébként a közösségeket is, meg az egyéni életet is az viszi előre, hogyha az emberek azt mondják, hogy a 700-at meg fogom csinálni, jó tanár leszek. Nekem fantasztikus tanáraim voltak egyik-másik. Én két gimnáziumban jártam, Pestre és Pápára. Fantasztikus osztályfőnököm volt, aki elküldött Pestre, Mozár Évanénének hívták, vagy hívják, mert még él az Évanéni, aki fülön csipett, és nem az én megkötelessége volt, azt mondta, hogy fiú, te másként is csináljad. És azt gondolom, hogy fantasztikus életet élt. Nem magyarázta meg magának, hogy miért nem kell neki azt megtenni, amit megtett, hanem megcsináltam. Azt keresem sokakban, és arra próbálom meg önöket ösztönözni. Picikét megosztva önökkel azt a gondot majd, hogy miniszterelnökként persze én értem, hogy az a dolgom, hogy végighallgassam, hogy mennyi mindent kellene még a közösből adni, és hogy mit kell nekünk megoldani. Csak muszáj nekem elmondani önöknek, hogy persze az országot nem a kormányok és nem a központi költségvetés teszi nagyjá, hanem önök. Csak ennyit akartam mondani, tanárokkal, okos, tehetséges edzőkkel, gyári munkásokkal. Az én nővérem 15 éves korától, 50 éves koráig, amikor velem százalékolták, 35 éven keresztül a pápai húsgyárban dolgozott állva szalag mellett.
Egyetlen egy munkahelyen. Egy rendkívül tisztességes lány. És amikor a legnehezebb volt, akkor is tette a dolgát. Csak ezt akarom mondani, hogy muszáj megcsinálni. Nem akar, én nem tudok olyan szerepbe feltűnni, nem, szerintem van olyan politikus a Magyarországnak, nem utalok senkire sem, aki szívesen mutatná magát olyan szerepbe, hogy emberek, majd én megoldom. Emberek, majd én, talán az isteni kettől is megérintve, képes vagyok ezt. Én meg azt akarom mondani, hogy nem emberek, mi oldjuk meg, ha valaki megoldja. Ezt akartam mondani. Mely? Nem ismerem a programot, amire ön utal. Most a napokban fog megjelenni egy olyan pályázat, hogy 900, ez a 9, igen, 900 pályakezdőt vennénk fel ösztöndíjasnak a közigazgatás, a központi közigazgatásba. De ha nagyon őszinte vagyok, akkor a közigazgatás mai működése, én amikor miniszter lettem, magam számára is váratlanul, elkezdtem kívülről hozni fiúkat, tehetséges embereket, Harvardon végzett embereket. Hát azt mondták egy hónap múlva, amit én is először, hogy azért egy erős kulturális sokk, amivel ők találkoznak, és hát bizonyos értelemben egy intellektuális túlélési gyakorlat. És sajnos az az igazság, hogy ebben hogy mondjam, nem csak malícia van, ennek a megállapításnak egy része igaz. A magyar közigazgatásban nincsen teljesítmény elv, vagy nagyon alacsony. A magyar közigazgatásban nem világosak a célok. Ez egyébként nem a benne dolgozóknak a bűne. Ez annaknak a bűne, akik ennek a tetején vannak, az a mi bűnünk, hogy akkor világosan mondjam. A igazgatási élet és a politikainak a bűne, hogy át tud-e nyomni egy kulturális forradalmat. Hú, ez rosszul hangzik, hogyha így idézik, úgyhogy ezt töröljük a jegyzőkönyvekből. Át tud-e nyomni egy kultúraváltási programot a közigazgatáson. Ez a vállalatoknál ez egy nagyon nagy kihívás mindig, mikor ilyen van, erre komoly tanácsadók vannak, ez borzasztóan nehéz. Bármelyikünk fogja kormányozni 2006 után Magyarországot, bármelyikünk. Ennek muszáj nekiállnia, annélkül, hogy mondanék részleteket, egy kísérleti projektet, nagyot, ami remélem, hogy erősen szimbolikus is lesz, és megmutatja, hogy milyennek az ebben rejlő erő, még az idén el fogunk indítani. Muszáj megmutatni Magyarországnak, hogy a közigazgatáshoz hozzá kell nyúlni. Túl nagy, hogy az egészet egybe, de egy fontos ponton ki fogunk nyitni egy nagy ajtót, és megmutatjuk még a választások előtt, hogy ezzel mi történhet. Harmadik kérdés. A Magyar Szocialista Párt az egy olyan párt, magunk között szólva, amely a maga belső dilemmáit, vitáit sokunk számára talán túlzóan is, vagy sokak számára talán túlzóan is megmutatja a világ előtt. Valaki azt mondta, ez nem az én véleményem, nehogy idézzék, de azt nyugodtan tudom, hogy valaki azt mondta, hogy a demokratikus anarchizmus dúl a balliberális oldal két pártjában. Nincs oda feszes, kaszárnyás fegyelem, azt semmiképpen nem mondhatnánk. Azaz, ebben a pártban valaki addig vezető, és ezeknek a pártoknak a támogatásával valaki addig miniszterelnök, ameddig sikeres. Ha nem, akkor megköszönjük neki a munkáját. De én szerintem ez így van rendjén. És bizonyos értelemben azt tartom rendellenesnek, hogyha 15 éven keresztül, függetlenül, hogy van siker, vagy nincsen siker, ugyanaz a valaki vezet egy politikai alakulatot. Ami a kihívókat illeti. Ha miután Medgyessy és Kovács urakra utalt, ezért nyilván a kihívók között értheti a párton belüli kihívókat is. Ilyen kérdés most nincsen napirenden. 2006-ban lesz. És 2006-ban pedig, ha én sikertelen és rossz, gyenge, közepes politikus leszek, és így fogja látni a többség, akkor fog helyettem találni mást. Egészen nyilvánvalóan, de én szerintem ez a jó, hogy ez így van. És egyébként nem azért szeretnék sikeres politikus lenni, hogy nehogy leváltsanak, hanem azért szeretnék sikeres politikus lenni, mert részint
ez az ambíció mélyen fűt, mert én személy szerint nagyon sikeres szeretném mindentől függetlenül, és legalább ennyire azt gondolom, hogy amit gondolok Magyarországról, hogy merre van az útja, az jó Magyarországnak, és hát ebben az értelemben ketten együtt lehetnénk sikeresek. Ami az ellenzéket illeti, én úgy látom, hogy Orbán úrnak az elnöksége az, és az ellenzékben betöltött vezető szerepe az nem kérdőjeleződik meg, és én egy olyan politikusnak tartom, akivel mindenképpen a tehetségét, képességeit semmiképpen nem vitatva, nem elismerve kell számolni, és én számolok is vele. Utolsó. Köszönöm. Én egy általánosabb jellegű kérdést vagy problémát szeretnék felvetni. Miniszterelnök úr a beszéde elején a politika önmagába fordulásáról beszélt, és amely miatt a fiatalok és egyáltalán az emberek egy jelentős része elfordul a politikától. Nehéz egyébként még hozzátenném azt, hogy nem csak az önmagába fordulás miatt, hanem a minősíthetetlenül alacsony színvonalon folytatott politizálás miatt is van ez az elfordulás. Szóval, hogy milyen eszközei vannak önnek, vagy milyen tervei vannak, hogy ezt megállítsa. Tudnélik, azt gondolom, hogy ez egy rendkívül veszélyes folyamat. Az elmúlt rendszertől azért is akartunk megszabadulni, mert ketté osztott volt ebben az értelemben a társadalom. Voltunk mi állampolgárok, illetve akkor még nem is mondanám azt, hogy állampolgárok, alattvalók, és volt a párt, vagy a felső döntéshozó testület. Volt a mi és az ők. És azt gondolom, hogy ez kezd újra kialakulni az emberek fejében. És azt gondolom, hogy ez egy rossz, ez egy veszélyes folyamat. Vannak-e valamilyen tervek arra, vagy magatartás forma, hogy ezt megakadályozzuk? Köszönöm. Hát nagyon nehezet kérdez, őszintén. Egyik oldalról, és nem bánnám persze, ha lenne lehetőségünk ebben az ügyben akár még válaszreakciót is kapni, de hát vagy látják, vagy nem látják. Nem azért meg kitaláltam, mert leültünk tanácsadókkal, és akkor törtük a fejünket, hogy hogyan kell viselkedni egy miniszterelnöknek. Hanem mert én személy szerint is, magánemberként is inkább ilyen vagyok, azt hiszem. De meglehetősen tudatosan próbálok úgy politikus lenni, hogy ugyanazt a nyelvet használom politikusként, mint használom magánemberként. Hogy beszélek azokról a dilemmáinkról személy szerint, amelyek vannak. Hogy nem próbálom meg kiemelni ezt az egész politikai világot a hétköznapok történéséből, és őszintén szóval én pontosan tudom, hogy nem feltétlenül népszerű, hanem nagyon, nagyon kockázatosnak is minősíthető politikai dilemmákról beszélek önökkel, mikor azt mondom, hogy értsék meg, nem a kormány, hanem önök meg, nem az állam, nem a piac. Tehát egyik oldalról szeretnék egy másfajta politikai kultúrát mutatni. Hát, hogyha ez a plebejus polgári magatartás, ez jobban kinyitja a teret. Egyik oldal, egyszer. Másodszor. Próbálok olyan politikát tartalmilag is csinálni, amely lehetőséget teremt mindenki számára, hogy önmaga legyen a történések középpontjában, és ne a politika. Ezt a legnehezebb hozzáteszem.
Ebben van jó néhány olyan tapasztalatom az elmúlt időszakban. Hát elszomorított. És hát vannak konkrét dolgok, amivel megpróbálom kinyitni a mai politikának a határait. Szervezzük most azt a modern nyitott, mondjuk hogy új baloldali mozgalmat, amit a Amőbának hívunk. Ezt mindenhol mindig csináljuk. Itt ha a kollégák tették a dolgokat, akkor elvileg ők láthattak ilyen képes lapokat. Láttak ilyen képes lapokat? Ne tekintsék tolakodásnak, lehetőségnek tekintsék. Megpróbálni csinálni egy olyan új magatartást és hálót ebben az országban. Nem egy pártifjúsági szervezetét, nem egy ellenpolgári kört, amelyben van méltóság, amelyben van hajlama mértékletességre, van hajlama részvételre. Csinálni egy új országot. Mert hát nyilván ki fogja megcsinálni, hogyha nem ti, hogyha nem önök. Én őszintén szóval azért vállok ebben szerepet, mert hát az ember egy darabig miniszterelnök, aztán nem miniszterelnök. De kellenek olyan alaphálók egy országban, amelyek túlmutatnak a ma nyolvajáin is problémáin, amelyek hosszú távon építkeznek, amely egy új értelmiségi magatartás sajátítanak el, újra fölháborodni. Jó ég, Hanvas Béla írta azt a könyvet, hogy felháborodom, tehát vagyok? Hanvas volt? Nem Hanvas volt. Na mindegy. Neki indulni. És legalább odáig eljutni, hogy van véleményem, és nem fogom megengedni, hogy mások másként csinálják. Azért szervezem az Amőbát, hogy a következő 10 évben fölálljon egy nagyon modern, nagyon nyitott, mérsékelt, a világra nyitott új közéleti elit. Személyesen vállalok ebben szerepet, itt például Egerben úgy, hogy hát megyünk a Sétáló utcába egy presszóba, az Eskaféba, valamikor egy fél óra múlva, 3 óra múlva azokkal, akik úgy gondolják. Ott sör van Eskaféban? Tehát jöjjenek el egy sörre akkor az Eskaféba. Azt tudom mondani, hogy én kifizetem magam sör árát, és semmiképpen nem bíznám önökre. Jöjjenek el egy sörre egy fél óra múlva az Eskaféba, ott folytathatjuk. Köszönöm szépen. Szeretném még egyszer megköszönni miniszterelnök úrnak, hogy elfogadta a meghívást. Nektek hallgatózásra megköszönöm külön, hogy ennyien itt voltatok. Bizonyítva azzal, hogy jó ötlet volt, amikor felkértük miniszterelnök urat erre.